Ugye tudjátok, hogy én régebben az irodában is próbáltam elmesélni, és mindenkinek azt mondom, hogy nézze meg azt a rajzfilmet, a pénz mint adósság című rajzfilmeket, az nagyon nagy dolgok ébresztett rá. Viszont megálltam ott, hogy ugye pénzt teremtett a bank. Nem vittem tovább a gondolatot, nem számoltam tovább. És tegnap ráértem, és úgy gondoltam, hogy ha jövök ide Decaékhoz, egy picit számokkal terhelnélek benneteket. Ugye most vitték el az ötös lottót, azért tudjuk, 2 milliárd forint volt meg egy kicsi marék apró, az ötös lottó, és azt most már mi mindannyian tudjuk, hogy a bank teremti a pénzt, tehát erre a 2 milliárd forintot ő elhelyez az MNB-be, 50-szeres pénzt tud teremteni, tehát 100 milliárdnyi kihelyezhető pénze lesz. Ez azt jelenti, hogy körülbelül az én házam, mondjuk húvak, vagy egy lakás családi háza 20 millió forint, 10 milliót adtak, 10 000 darab lakásszerződést kell megcsinálni. Az más kérdés, hogy ebből mindjárt 1% folyosítási jutalékot levont magának, de azt mondom, hogy átlag 4% kamattal és 2% kezelési költséggel számolva, az ugye 6% éves bevétel volt a banknak, illetve ugye 20 évre elosztva az 1/5 része, 1/20 része az ugye 5%, amit még kell fizetni. Na most tegyük fel, hogy ez 2003-ban nyertük volna meg a lotton ezt az összeget, ugye 2003-ban azért már javába folyt a devizahitelezés, de mondjuk 2004 év végéig kihelyeztük az összes pénzt, mind a 100 milliárd ki van helyezve, megvan a 10 000 darab szerződés, megvan a 10 000 darab ház, ami ugye tudjuk, hogy olyan 200 milliárd ház értéke volt. Na most ez ugye feltételezve a 6%-os kamatot és az 5%-os 1/20 részt 11 milliárd forint lesz a következő év végére, 2005 végére. Tehát ha mondjuk ketten vettünk volna a lottót, és azt mondjuk, hogy ugye azt az 2 milliárdot beteszik az MNB-be, 100 milliárd számlapénzt előállítanunk, akkor 2004 végére ezt megcsináljuk, és 11 milliárd forint kamatot kapunk rá 2005 végére. És akkor eldönthetjük, hogy megyünk-e pecázni, vagy azt mondom, hogy dübörög a gazdaság, forgassuk vissza, 1 milliárdot tegyünk el, jó, ez egy szebb irodát vegyünk máshol, a másik 10 milliárdot is betesszük, akkor újabb 500 milliárd kihelyezhető pénz van. Gyerekek, óriási szám, csak azért tudjátok, hogy autóhitelekkel közösen több mint 1 200 000 szerződés volt megkötve. Kihelyez, illetve az önkormányzatokat is, mint hallottál, hiteleztük. Tehát, hogy ezt az újabb 500 milliárdot hiteleztük egy évre, akkor onnantól kezdve, ugye 11 milliárd forint érkezik a 6%-ra meg az 5%-ra, és a másik összegre pedig 55 milliárd érkezik. És milyen érdekes, szépen elballagunk az idő során 2014-ig, és olyan szám jött ki nekem, hogy 99 milliárd az egyik oldalról, plusz 440 milliárd a másik oldalról, ez 540 milliárd forint. És még ugye mindig van óriási nagy ingatlanfedezet, és még mindig van óriási nagy tőke összeg, amit én követelek az adóstól. Viszont, ami nagyon fontos, hogy utána azt mondom, hogy ez már bizonytalan egy kihelyezni különböző embereknek, én ezt az összeget odaadom a magyar államnak, magyar állam kistár jegyet vásárolok belőle, amilyen nézegettem olyan 3-5 és 8% közti kamatok, attól függ, milyen futamidő, de én csak egy kicsi kis alacsony 5%-ot vettem alapul. Tehát van már 540 milliárd a bankszámlán, és hogyha ne találtál ez önkormányzati hitel volt, akkor ugye 2003-ban mondjuk ebből a 600 milliárd, mondjuk legyen egy 200 milliárd önkormányzati hitel, ezt még az önkormányzatoknak, ugye az állam így egy az egy odaadta 245 milliárd percükre annak, tehát az azt jelenti, hogy onnantól kezdve évente még 100 milliárd forintunk érkezik. Gyerekek, gondoljatok rá, egy egyszerű lottóötös 2003-ban, és onnantól kezdve ennyi pénz van. Félelmetes. És akkor belegondoltok, hogy miből építhetnek ilyen gyönyörű szép székházakat, ugyanúgy Budapesten, a Dunaparton, a KNK-ban óriási nagy székházat, az Axa Bankat, nem mondjam, a Váci úton mekkora székházat épített, ebből van, a mi általunk befizetett részletekből van. És ez egy egyszerű 2 millió forintos összeg, így a devizahiteleken egy picit megpörgetve. Óriási számok. Köszönöm.